Negyedik felvonás. Szorin házának egyik szalonja, melyet Konstantin Trepjov dolgozó szobává alakított át. Balra és jobbra ajtók nyílnak a belső termekbe. Szemközt üveges ajtó szolgál a teraszra. A szokásos szalon bútoron kívül a jobb sarokban íróasztal, a bal ajtónál ottomán könyvszekrény áll le. Az ablakpárkányon a székeken könyvek. Este van. Egy búrás lámpa ég, fél homály. Hallani lehet, ahogy zúgnak a fák, és üvölt a szél a kürtőkben. Az éjjeli őr kerepel. Medvegyenkó és Mása bejön. Mása kiállt. Konstantin Gavrilics! Konstantin Gavrilics! Szétnéz. Nincs senki. Az öreg minden pillanatban azt kérdezi, hol van Kostya, hol van Kostya, élni se tud nélküle. Medvegyenkó. Fél a magánytól, füle. De szörnyű idő, már második napja. Mása felszítja a lámpa lángját. Óriási hullámok vannak a tavon, Medvegyenkó. Sötét a kert. Szólni kellett volna, hogy bontsák le a kertben azt a színpadot. Ott át csupaszon csúnyán akár egy csontváz, és a szél csak úgy csapkodja a függönyét. Amikor az este elhaladta mellette, úgy rémlett, hogy sír rajta valaki. Mása. Ugyan már. Szület. Medvegyenkó. Menjünk haza, Mása. Mása tagadóan rázza a fejét. Én itt maradok éjszakára. Medvegyenkó könyörögve. Menjünk haza, Mása. Biztosan éhes már a gyerek. Mása. Szamárság. Majd megszoptatja Mátriona. Szünet. Medvegyenkó. Sajnálom szegényt. Már harmadik éjszaka anya nélkül. Mása. De unalmas lettél. Ezelőtt legalább elfilozofálgattál, de most örökké csak a gyerek. Gyerünk haza, egyebet nem is hall tőled az ember. Medvegyenkó. Menjünk haza, Mása. Mása, menj magad. Medvegyenkó. Nem ad lovat az apád. Mása, de ad, kéri, akkor ad. Medvegyenkó. Kérek is, hát had. Egy szóval te holnap jössz. Mása tubákot szagol. Jó, holnap. Hagyj már békét. Bejön Trepjov és Polina Andrejevna. Trepjov párnát és takarót, Polina Andrejevna meg egyéb ágyneműt hoz, leteszik az ottománra, aztán Trepjov az asztalhoz megy és leül. Minek ez, mama? Polina Andrejevna. Pyotr Nikolájevics azt kérte, hogy Kostyánál vessünk ágyat neki. Mása. Majd én. Megágyaz. Polina Andrejevna felsóhajt. Olyan már az öreg, mint a gyermek. Oda megy az íróasztalhoz, rákönyököl, és egy kéziratot bámul. Szünet. Medvegyenkó. No, akkor én indulok. Isten veled, Mása. Kezet csókol a feleségének. Isten áldja, mamácska. Kezet akar csókolni anyósának is. Polina Andrejevna bosszusan. Na, eredj Isten hírével. Medvegyenkó. Isten áldja, Konstantin Gavrilics. Trepjov szótlanul kezet nyújt neki. Medvegyenkó el. Polina Andrejevna a kéziratot nézi. Senki se gondolta, nem is sejtette volna, hogy igazi író válik magából, Kostya. És lám, hál' Istennek még pénzt is küldözgetnek a folyóiratok. Egyik kezével megsimítja Konstantin haját. És milyen szép férfi lett. Édes jó Kostya! Legyen egy kicsit kedvesebb az én másenykámhoz. Mása ágyaz. Hagyd békében, mama. Polina Andrejevna Trepjovnak. Nagyon aranyos asszonyka. Szünet. A nőnek nem kell egyéb konztja, csak az, hogy gyöngéden nézzen rá a férfi. Magamról tudom. Trepjov feláll az asztal mellől, és szótlanul kimegy.
Mása. Na látod, felbosszantottad. Mit kell folyton nyaggatnod? Polina Andrejevna. Sajnállak, Másenyka. Mása. Sokat érek vele. Polina Andrejevna. Úgy fáj a szívem miattad, hisz mindent látok, mindent értek. Mása. Ostobaság az egész. Reménytelen szerelem, ilyen csak a regényekben van. Szamárság. Csak nem kell elhagynia magát az embernek, szüntelenül lesni és várni a sült galambot. Ha egyszer befészkelte magát a szívébe a szerelem, ki kell tépni belőle. Ami nap megígérték, hogy más járásba helyezik át a férjemet. Átköltözünk oda, és mindent elfelejtek. Gyökerestül kitépem a szívemből. Két szobával arrább mélabús keringőt játszanak. Polina Andrejevna. Kostya játszik, tehát megint szomorú. Mása nesztelenül perdül kettőt-hármat a keringő dallamára. Az a fő mama, hogy ne legyen a szemem előtt. Csak helyezzék át az én szemjonomat. Higgy el, ott majd egy hónap múlva elfelejtem. Szamárság az egész. Kinyílik a bal ajtó, Dorn és Medvegyenkó tolószékben begurítja Szorint. Medvegyenkó. Most már hatan vagyunk otthon. Egy pudliszt meg 70 kopejka. Dorn. Ez itt a bökkenő. Medvegyenkó. Maga könnyen nevet. Annyi a pénze, mint a szemét. Dorn. Pénzem. 30 évi szüntelen gyakorlattal, amikor 8 nappal lát éve robotoltam. Csupán 2000-et sikerült összekuporgatnom, de nemrég azt is feléltem külföldön. Nincs nekem semmim se. Más a férjéhez. Nem mentél haza? Medvegyenkó bűnbánóan. Hát hogy, ha nem adnak kocsit? Más a keserű bosszúsággal halkan. Tisztulj a szemem elő. A szék a szoba bal felében áll meg. Polina Andrejevna, Mása, Dorn mellé ülnek. Medvegyenkó szomorúan eloldalok. Dorn. De hogy megváltozott itt minden? Dolgozó szobát csináltak a szalomból. Mása. Konstantin Gavril is kényelmesebben tud itt dolgozni. Amikor jól esik, kimehet a kertbe, és ott gondolkozhat. Az éjjeli őr kereplése hallik. Szorin. Hol a húgom? Dorn. Az állomásra hajtatott Trigorin elé, mindjárt itt lesz. Szorin. Súlyos lehet az állapotom, ha szükségesnek tartották, hogy lehívják a húgomat. Némi hallgatás után. És az a furcsa, hogy bár súlyos az állapotom, mégsem kapok semmiféle orvosságot. Dorn. Hát mit akar? Valérián cseppeket vagy szódát, kinint? Szorin. Na, kezdődik a filozófia. Ó, micsoda istenverése. Fejével az ottománra int. Nekem vetették meg? Polina Andrejevna. Magának, Pyotr Nikolájevics. Szorin, köszönöm. Dorn dúdol. Hold úszik az éjjé ége. Szorin. Regény témát akarok adni Kostyának. Ez lesz a cím. Az ember, aki akart. L'homme qui a voulu. Fiatal koromban irodalmár akartam lenni, de nem lettem. Szépen akartam beszélni, és förtelmesen beszéltem. Szorin. Magát gúnyolja. És kész, meg mi egymás. Végtére is izé. Az összefoglalásnak se vége, se hossza, pedig már kiver a verejték. Meg akartam nősülni, és nem nősültem meg. Mindig városban akartam élni, és falun fejezem be az életemet, és kész. Dorn. Valóságos államtanácsos akartam lenni, és az lettem. Szorin nevet. Erre nem törekedtem, magától esett így. Dorn. Ismerje be, 62 éves korában elégedetlenkedni az élettel, ez nem valami nagy lélekre val. Szorin, ej de makacs, értse meg, élni szeretnék. Dorn, ez könnyelműség. A természet törvényei szerint minden életnek vége szakad egyszer. Szorin, így gondolkodik a jól lakott ember. Maga jól lakott, így hát közömbös az élettel szemben. Magának mindegy a halál, de magának is szörnyű lesz. Dorn.
A halálfélelem állati félelem. El kell folytani. Tudatosan csak azok félnek a haláltól, akik hisznek az örök életben. Azok rettegnek bűneiktől. Maga pedig először is nem hisz, másodszor miféle bűne van magának. 25 évet szolgált a törvényszéken, ennyi az egyetlen. Szorin nevet. 28-at. Bejön Trepliov, leül Szorin lábánál egy zsámolyra. Mása egész idő alatt le sem veszi róla a szemét. Dorn. Zavarjuk a munkájában Konstantin Gavrilovicsot. Trepliov. Nem, dehogy. Szünet. Medvegyenkó. Hadd kérdezzem meg, doktor úr, melyik külföldi város tetszett önnek a legjobban? Dorn. Genova. Trepliov. Miért éppen Genova? Dorn. Nagyszerű az az utcai tömeg. Ha este kimegy az ember a szállodából, az egész utcát elárasztják az emberek. Aztán minden cél nélkül járkálsz a tömegben ide-oda cikcakban, az ő életét éled, egybeolvadsz vele lelkileg, és kezded hinni, hogy valóban lehetséges az a világlélek, amelyet valamikor Nina Zarecsnaja játszott a maga darabjában. Igaz, hol van Zarecsnaja? Merre van és hogy van? Trepliov. Biztosan egészséges. Dorn. Azt hallottam, egészen különleges életsora volt, így van? Trepliov. Hosszú história ez, doktor úr. Dorn. Hát csak röviden. Szünet. Trepliov. Megszökött hazúról, és összeállt Trigorinnal, ezt tudja? Dorn, tudom. Trepliov. Gyereke is volt, de meghalt. Trigorin elhidegült tőle, és visszatért régi szerelmeihez, ahogy várható is volt. Egyébként sohasem hagyta el a régieket sem, de amilyen jellemtelen kimódolta, hogy itt is, meg ott is. Amennyire megállapíthattam abból, amit hallottam, Nina egyéni élete nem valami tökéletesre sikerült. Dorn. És a színház? Trepliov. Azt hiszem, az még kevésbé. Moszkva környékén egy nyári színházban kezdte, aztán vidékre került. Akkoriban állandóan rajta tartottam a szemem egy ideig, ahová ő, oda én is. Mindig nagy szerepekre vállalkozott, de durván, ízléstelenül, ripacsos gesztusokkal játszott, üvöltözött. Voltak pillanatai, amikor tehetségesen rikoltozott, tehetségesen haldoklott, de ezek csak pillanatok voltak. Don, tehát mégiscsak van tehetsége? Trepliov, nehéz ezt eldönteni, bizonyára van. Én láttam, de ő látni sem akart engem, és a cselédjes engedett be a szállodai szobájába. Én megértettem a lelki állapotát, és nem erőltettem a találkozást. Szünet. Mit mondjak még? Később, amikor hazajöttem, több levelet is kaptam tőle. Okos, meleg, érdekes leveleket. Nem panaszkodott, de éreztem, hogy nagyon boldogtalan. Ahány sor, meg annyi feszült, beteg ideg. Egy kissé a képzelete is zilált lett, sirálynak írta alá magát. Sellőben azt mondja a Molnár, hogy ő holló, hát ő is így ismételgette folyton, hogy ő sirály. Most itt van. Dorn. Hogy itt van? Trepliov. A városban, a fogadóban. Már 5 napja ott lakik egy szobában. Fel akartam keresni, de nem fogad senkit. Mária Iljinicsna is hiába próbálta. Szemjon Szemjonovics azt állítja, hogy tegnap ebéd után látta a mezőn, 2 versztányira innen. Medvegyenkó. Igen, láttam, arra a város felé ment. Köszöntem neki, megkérdeztem, miért nem látogat el hozzánk. Azt mondta, eljön. Trepliov. Nem jön. Szünet. Apja és mostohája hallani sem akar róla. Mindenüvé őröket állítottak, hogy ne engedjék az udvarház közelébe. Az orvossal az íróasztalhoz megy. Olyan könnyű filozófusnak lenni, doktor úr, papíron, és olyan nehéz az életben. Szorin. Bűbájos lány volt. Don. Tessék? Szorin. Mondom, bűbájos lány volt. Szorin valóságos államtanácsos. Egy ideig szerelmes is volt belé. Don. Vén szoknyavadász. Sámrájev nevetése hallatszik. Polina Andrejevna. Úgy látszik, megjöttek az állomásról. Trepliov. Igen, hallom a mama hangját. Bejön Arkadyina Trigorin. Utánuk Sámrájev. Sámrájev belép.
Mi mindnyájan öregszünk, mélyen tisztelt hölgyem. Megvisel bennünket az időszele. Ön meg még mindig fiatal. Világos blúz, elevenség, kellem. Arkadyina. Már megint meg akar verni a szemével maga, utálatos ember. Trigorin, Szorinnak. Jó estét, Protr Nikolájevics. Maga mindig betegeskedik? Ez nincs rendjén. Meglátja Mását boldogan. Mária Iljicsnája. Mása. Megismer? Kezet szorít vele. Trigorin, férjhez ment? Mása. Már régen. Trigorin. Boldogok? Köszönti Dornt és Medvegyenkót, azután Tétován oda megy Trepjovhoz. Irina Nikolájevna azt mondta, hogy ő már elfelejtette, ami régen volt, és már nem haragszik. Trepjov kezet nyújt neki. Arkadyina a fiúnak. Boris Alekszejevics elhozta ezt a folyóiratot, benne van az új elbeszélésed. Trepjov átveszi a könyvet Trigorinnak. Köszönöm, nagyon kedves. Leülnek. Trigorin. Üdvözletüket küldik a tisztelői. Pétervárot és Moszkvában sokan érdeklődnek maga iránt, és állandóan kérdezősködnek, milyen ember, hány éves, barna vagy szőke. Valahogy mindenki azt hiszi, hogy már nem fiatal. És senki sem ismeri az igazi nevét, mert álnéven ír. Olyan titokzatos, mint a vasálarcos. Trepjov. Hosszú időre jött? Trigorin. Nem, már holnap indulni akarok Moszkvába. Mennem kell. Sietek befejezni egy regényt, és azt is megígértem, hogy adok valamit egy gyűjteménybe. Egy szóval, a régi nóta. Mialatt beszélgetnek, Arkadyina és Polina Andrejevna a szoba közepére állítja, és szétnyitja a játékasztalt. Sámrajev gyertyákat gyújt, és székeket visz oda. A szekrényből lottójátékot vesznek elő. Nem valami kedvesen fogad az időjárás. Kegyetlen szél fúj. Holnap reggel, ha elcsitul, kimegyek a tóra horgászni. Egyúttal megnézem a kertet, és azt a helyet is, ahol emlékszik, a maga darabját játszották. Már megéred bennem egy elbeszélés ötlete, csak a cselekmény színhelyét kell felújítanom emlékezetemben. Mása apjának. Papa, adj fogatot a férjemnek, haza kell mennie. Sámrajev csúfolva. Fogatot haza? Szigorúan. Magad is láthattad, az imént küldtem az állomásra. Nem hajszolhatom agyon a lovakat. Mása. De hát van még más lovad is. Látja, hogy apja hallgat legyint. Falra borsó. Medvegyenkó. Majd gyalog megyek, Mása, igazán. Polina Andrejevna sóhajt, gyalog ilyen időben. A játékasztalhoz ül. Tessék, uraim! Medvegyenkó. Hat verszta az egész. Isten áldjon. Kezet csókol feleségének. Isten áldja, mama. Anyósa kelletlenül csókra nyújtja kezét. Én senkit se zavarnék, de a kisgyermek. Meghajol mindenkinek. Isten áldja. Bűnbánó járással el. Sámrajev. Biztosan hazaér, nem generális. Polina Andrejevna az asztalra koppant. Tessék, hölgyeim és uraim, ne fecséreljük az időt, mert mindjárt szólnak, hogy kész a vacsora. Sámrajev, Mása és Dorn az asztalhoz ülnek. Arkadyina Trigorinnak. Ha jönnek a hosszú őszi esték, itt mindig lottót játszanak. Nézze csak, ez az a régi lottó, amelyel még megboldogult édesanyánk játszott velünk gyermekkorunkban. Nem játszana velünk egy partit vacsoráig? Trigorinnal az asztal mellé ül. Unalmas játék, de ha megszokja az ember, hagyján. Kinek-kinek három lapot oszt. Trepjov a folyóiratot lapozgatja. Saját regényét elolvasta, de az enyémet föl se vágta. Elereszti a folyóiratot az íróasztalra, aztán a bal ajtó felé indul. Amikor anyja mellett elhalad, megcsókolja a fejét. Arkadyina. Hát te, Kosztya? Trepjov. Bocsáss meg, nincs kedvem, sétálok egyet. El. Arkadyina. 10 kopejka a tét. Tegyen helyettem, doktor úr. Dor, igenis.
Mása. Mindenki tett? Én kezdem. 22. Arkadyina. Megvan. Mása. 3. Don. Igen. Mása. 3-at tett? 8. 81. 10. Samrajev. Ne siess. Arkadyina. Hogy fogadtak engem Harkovban, uram Jézus, még most is szédülök belé. Mása. 34. A színfal mögül mélabús keringő hallatszik. Arkadyina. Ünnepeltek az egyetemisták. 3 kosár, 2 koszorú, meg ez. Levesz a melléről egy brostűt, és az asztalra dobja. Samrajev. Hát igen, ez már valami. Mása. 50. Don. Kereken 50. Arkadyina. Csodálatos ruha volt rajtam. Akárhogy is öltözködni jól tudok. Polina Andrejevna. Kosztya játszik. Búsul szegény. Samrajev. Az újságok nagyon szidják. Mása. 77. Arkadyina. Szereti magára vonni a figyelmet. Trigorin. Nem sikerül neki. Sehogy se találja meg az igazi hangját. Van benne valami furcsa, meghatározhatatlan, ami néha már a lázálomhoz hasonlít. Egyetlen egy élő alakja sincs. Mása. 11. Arkadyina Szorinra tekint. Unatkozol, Petrusa? Szünet. Alszik. Dor. Alszik a valóságos államtanácsos úr. Mása. 7.90. Trigorin. Ha én ebben az udvarházban élhetnék, ennél a tónál, dehogy is írnék, leküzdeném magamban ezt a szenvedét, és csak is horgásznék. Mása. 28. Trigorin. Sügért vagy durbincsot fogni. Micsoda élvezet? Dorn. Én pedig hiszek Konstantin Gavrilicsban. Van benne valami. Van benne valami. Képekben gondolkodik, színesek, találóak az elbeszélései. Én nagyon átérzem őket. Csak az a kár, hogy nem lát maga előtt határozott feladatot. Benyomást kelt az emberben, de semmi más. Márpedig a puszta benyomással nem érünk messzire. Örül Irina Nikolájevna, hogy író a fia. Arkadyina. Képzelj el, én még nem is olvastam. Sosem érek rá. Mása. 26. Trepjov csendesen bejön, és leül az asztalához. Samrajev Trigorinnak. Nálunk maradt valamilyen, Boris Alekszejevics. Trigorin. Micsoda? Samrajev. Amikor Konstantin Gavrilics lelőtte azt a sirályt, ön megbízott, hogy tömessem ki. Trigorin. Nem emlékszem rá. Elgondolkodik. Nem emlékszem. Mása. 66. 1. Trepljov kitárja az ablakot, hallgatózik. De sötét van. Nem értem, miért vagyok ilyen nyugtalan. Arkadyina. Csukd be azt az ablakot, Kosztya, húzat van. Trepljov becsukja az ablakot. Mása. 88. Trigorin. Enyém a parti hölgyeim és uraim. Arkadyina vidáman. Bravo, bravo. Samrajev, bravo. Arkadyina. Ennek az embernek mindig és mindenben igaza van. Feláll. Most pedig menjünk és együnk valamit. Híres vendégünk ma még nem is ebédelt. Vacsora után majd folytatjuk. Fiának. Hagyd azt a kéziratot, Kosztya, menjünk vacsorázni. Trepjov. Nem, mama, én már jól laktam. Arkadyina. Te tudod, költögeti Szorint. Petrusa, gyere vacsorázni. Karon fogja Samrajevet. Elmondom magának, hogyan fogadtak engem Harkovban. Polina Andrejevna eloltja a gyertyákat az asztalon. Azután Dornal együtt odagurítja a tolószéket. Mindjárt elmennek balra, csak Trepljov marad a színen az íróasztalnál. Trepljov. Írni készül, átfut azon, amit már leírt. Olyan sokat beszéltem az új formákról, és most azt érzem, hogy apránként a rutinba süllyedek. Olvassa. A kerítésen azt harsogta a plakát. Sötét haj koszorúzta sápat arc. Harsogta, koszorúzta közönséges fordulat. Kihúzza. Azzal kezdem, hogy a hőst az eső zuhogása ébresztette fel, a többit meg kihúzom. Holdvilágos este leírása hosszadalmas és mesterkélt. Trigorin kidolgozta, hogy kell, mint kell, neki könnyű. Nála megcsillan egy eltörött üvegnyaka a gáton, ott feketélik a malomkerék árnyéka, és már is kész a holdas éj. Nálam meg
repeső fény, halkan sziporkázott csillagok, távoli zongora hang, amely elhal a csendes, illatos levegőben. Ez kínos. Szünet. Igen, mindinkább arra a meggyőződésre jutok, nem az új vagy a régi forma a fontos, hanem az, hogy írjon az ember. Ne törődjön semmiféle formával, csak írjon, mert szabadon árad a lelkéből az írnivaló. Valaki kopog az asztalhoz legközelebb eső ablakon. Mi az? Kinéz az ablakon. Semmit se látok. Kinyitja az üveges ajtót, és kinéz a kertbe. Valaki lefutott a lépcsőn. Kiált. Ki az? Kimegy. Hallani lehet, ahogy végig siet. Fél perc múlva visszajön Nina Zarecsnajával. Nina! Nina! Nina Trepljov mellére hajtja a fejét, és folytottan zokog. Meghatottan. Nina, Nina! Maga az, maga. Szinte előre éreztem, egész nap szörnyen vergődtem. Leveszi Nina kalapját és köpenyét. Ó, az én drágám, gyönyörű, csak hogy itt van. Nem sírunk, ugye nem sírunk? Nina. Itt van valaki. Trepljov, nincs senki. Nina. Zárja be az ajtót, különben bejönnek. Trepljó. Nem jön be senki. Nina. Tudom, hogy itt van Irina Nikolajevna. Zárja be az ajtót. Trepljó bezárja az ajtót kulcsra. Oda megy a bal ajtóhoz. Ezen nincs zár. Ide állítok egy karosszéket. Az ajtó elé állít egy karosszéket. Ne féljen, nem jön be senki. Nina merőn az arcába néz. Hadd nézzem. Szétnéz. Meleg van, kellemes. Akkor szalon volt itt. Nagyon megváltoztam? Trepljov. Igen, lefogyott. Nagyobb lett a szeme. Nina, olyan furcsa, hogy most látom magát. Miért nem engedett magához? És miért nem jött mindeddig? Tudom, hogy itt lakik már majdnem egy hete. Én minden nap jártam magához többször is, mint egy koldus ácsorogtam az ablaka alatt. Nina. Féltem, hogy meggyűlölt. Minden éjjel azt álmodom, hogy csak néz, néz, és nem ismer meg. Ó, ha tudná. Mióta megjöttem, hányszor jártam itt a tónál. Hányszor voltam itt a házuknál, de nem mertem bejönni. Üljünk le. Leülnek. Üljünk le, és beszéljünk, beszéljünk. Jó itt, meleg van, kényelem. Hallja, hogy fúj a szél? Turgenyev azt írja egy helyütt, de jó azoknak, akik otthon ülnek ilyen éjszaka fedél alatt, akiknek van meleg zugójuk. Én sirály vagyok. Nem ezt akartam mondani. Homlokát dörzsöli. Hanem mit is? Igen, Turgenyev. És segítsen meg az Úristen minden hajléktalan vándort. Nem, semmi. Zokog. Trepljov. Nina. Már megint Nina. Nina. Semmi, semmi, csak megkönnyebbülök tőle. Már 2 éve nem sírtam. Tegnap késő este eljöttem megnézni, hogy megvan-e még a színházunk a kertben. Hát még mindig ott áll. 2 év óta először sírva fakadtam, és megkönnyebbültem. Derűsebb lett a lelkem. Látja, már nem sírok. Megfogja Trepljov kezét. Tehát maga író lett. Maga író, én meg színésznő. Mind a ketten bekerültünk az élet körforgásába. Azelőtt boldogan éltem, mint a gyermek. Reggel dalolva ébredtem, szerettem magát, dicsőségről ábrándoztam. És most? Holnap reggel korán reggel Jelecbe utazom, 3. osztályom muzsikok közt. Jelecben meg művelt kereskedők fognak zaklatni kedveskedéseikkel. Jaj, de durva ez az élet. Trepljov. Miért Jelecbe? Nina. Oda szerződtem egész télre. Ideje oda utaznom. Trepljov. Én átkoztam, gyűlöltem magát, Nina. Eltéltem a leveleit, fényképeit.
De minden pillanatban tudtam, hogy a lelkem örökre magához van látszolva. Nem bírom kivetni a szívemből, Nina. Amióta elvesztettem, és amióta megjelengetnek a munkáim, elviselhetetlen számomra az élet. Szenvedek. Hirtelen félbeszakadt az ifjúságom, s úgy rémlik, mintha már 90 évet éltem volna ezen a földön. Hívom magát, megcsókolom a lábanyomát, bármerre nézek, és mindenütt a maga arcát látom. Ezt a gyöngéd mosolyt, amely beragyogta életem legszebb éveit. Nina, félre zavartan. Miért beszél így? Miért beszél így? Treplyov. Egyedül vagyok. Nem melegít senkinek a szerelme. Fázom, akárha a föld alatt élnék, bármit írok is, mind száraz, fásult és komor. Maradjon itt, Nina, könyörgök, vagy engedje meg, hogy magával menjek. Nina gyorsan fölteszik a lapját, s fölveszi köpenyét. Nina, miért? Az Istenért, Nina! Nézi, ahogy öltözik, szünet. Nina. Itt áll a fogatom a kertajtónál. Ne kísérjen ki, majd magam megyek. Könnyezik. Adjon vizet. Treplyov inni ad. Most hová megy? Nina. A városba. Szünet. Irina Nikolájevna itt van? Treplyov. Itt. Csütörtökön rosszul volt a bácsi. Sürgönyöztünk neki, hogy jöjjön. Nina. Miért mondta, hogy megcsókolja a lábam nyomát? Hisz engem meg kellene ölni. Az asztalra hagyja a fejét. Úgy elgyötrődtem. Pihenni kéne. Pihenni. Fölemeli fejét. Én sirály vagyok. De nem. Színésznő vagyok. Na igen. Meghallja Arkadyina és Trigori nevetését. Fülel, aztán a bal ajtóhoz szalad, és bekukucskál a kulcsukon. Ő is itt van. Visszamegy Treplyovhoz. Hát igen, jól vanna, igen. Ő nem hitt a színházban. Mindig kinevette az ábrányaimat, úgyhogy lassanként én is elvesztettem a hitemet és a bátorságomat. Aztán jöttek a szerelem gondjai, a féltékenység, az örökös remegés a kicsiért. Kicsinyes lettem, jelentéktelen. Értelmetlenül játszottam. Nem tudtam, hová tegyem a kezemet. Nem tudtam állni a színpadon. Nem voltam ura a hangomnak. Maga nem tudja megérteni, milyen állapot, mikor a színész érzi, hogy förtelmesen játszik. Én sirály vagyok. Nem, nem az. Emlékszik? Lelőtte azt a sirály. Véletlenül jött egy ember, meglátta, és unalmában elpusztította. Egy kis elbeszélés témája. De nem erről van szó. Megdörzsöli a homlokát. Mit is akartam? A színházról beszéltem. Most már nem úgy vagyok vele. Most már igazi színésznő vagyok. Élvezettel, elragadtatással játszom. Megmámorosodom a színpadon, és csodaszépnek érzem magam. És most, amióta itt lakom, folyton csak járkálok, barangolok, gondolkodom, és érzem, hogy napról napra gyarapszik a lelki erőm. És most már tudom, értem, Kostya, hogy a mi pályánkon mindegy, akár a színpadon játszunk, akár írunk, nem a hírnév, nem a ragyogás a fő, nem az, amiről én ábrándoztam, hanem az, hogy tudjunk tűrni. Tudd viselni a keresztedet. És higgy. Én hiszek, és már nem fáj úgy, és ha a hivatásomra gondolok, már nem félek az élettől. Treplyov szomorúan. Maga megtalálta maga útját. Maga tudja, merre tart. De én még mindig a lázálmok és képek káoszában kóvályogok, és nem tudom, minek és kinek kell ez az egész. Én nem hiszek, és nem tudom, mi a hivatásom. Nina fülel. Pszt, megyek, Isten áldja. Ha nagy színésznő leszek, jöjjön el és nézzem meg. Megígéri? Kezet szorít vele. Már későre jár, alig állok a lábamon. Kimerültem, éhes vagyok.
Treplyov, maradjon itt, adok vacsorát. Nina, nem, nem, ne kísérjen ki, majd magam megyek, itt a kocsim közel. Tehát magával hozta Trigorint, na mindegy. Ha találkozik vele, ne szóljon neki semmit. Én szeretem Trigorint. Még erősebben szeretem, mint azelőtt. Téma egy kis elbeszéléshez. Szeretem. Szenvedélyesen szeretem, kétségbe esetten szeretem. De jó volt azelőtt, Kostya, emlékszik? Milyen boldog, meleg, derűs volt az élet, és micsoda érzések. Gyönyörű, harmadgyenge virághoz hasonló érzések, emlékszik? Szaval. Emberek, oroszlánok, sasok és foglyok, agancsos szarvasok, libák, pókok és vizek lakói, néma halak, tengeri csillagok és mindazok, amiket szemmel nem lehetett látni, egy szóval minden él. Minden élet befejezte szomorú körforgását, és kihult. Évszázadok ezrei óta egyetlen élőlényt sem hord már a hátán a föld, és ez a szegény hold hiába gyújtja meg mécsesét. Darvak nem ébredeznek már nagy krúgatással a réten, a cserebogár sem zúg a hársligetekben. Hevesen megöleli Trepljovot, és kiszalad az üveges ajtó. Trepljov, szünet után. Nem volna jó, ha valaki meglátná a kertben, és aztán megmondaná a mamának. Ez biztosan elkeserítené a mamát. Két perc alatt szótlanul széttépi, aztán az asztal alá dobja minden kéziratát, majd kinyitja a jobb ajtót, és el. Dorn. Próbálja kinyitni a bal ajtót. Furcsa, mintha bezárták volna ezt az ajtót. Bejön, és helyére tolja a karosszéket. Akadályverseny. Bejön Arkadyina, Polina Andrejevna, utánuk Jakov palackokkal, és mása, majd Samrajev és Trigorin. Arkadyina. A vörös bort, meg Boris Alekszejevics sörét ide tegye az asztalra. Játszunk és idogálunk. Üljenek le, hölgyeim és uraim. Polina Andrejevna, Jakovnak. Hozd mindjárt a teát is! Meggyújtja a gyertyákat, és leül a játékasztalhoz. Samrajev a szekrényhez vezeti Trigorint. Na, ez az, amiről az imént beszéltem. Kiveszi a szekrényből a kitömött sirályt. Ön rendelte. Trigorin a sirályt nézi. Nem emlékszem. Gondolkodik. Nem emlékszem. Jobbról a színfal mögül lövés. Mind összerezzennek. Arkadyina rémülten. Mi ez? Dorn. Semmi. Bizonyára az én úti gyógyszertáramban pukkant szét valami. Ne nyugtalankodjék. A jobb ajtón kimegy, és egy fél perc múlva visszajön. Úgy is van, szétrobbant egy éteres üveg. Dúdol. Megbűvölve újra itt állok előtted. Arkadyina az asztalhoz ülve. Tyű, de megijedtem. Az jutott eszembe, amikor... Tenyerébe rejti arcát. Elsötétült előttem a világ. Dorn a folyóiratot lapozgatva Trigorinnak. Két hónappal ezelőtt egy cikket közöltek ebben. Levelet Amerikából, és meg akartam kérni, hogy csak úgy mellékesen... Átfogja Trigorin derekát, és a Rivaldához vezeti. Mivel engem nagyon érdekel ez a kérdés. Hangját letompítva halkan... Vigyel innen valahová Irina Nikolájevnát. Arról van szó, hogy Konstantin Gavrilovics főbelőtte magát. Függöny. Vége.